Szervusztok, kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok. Én Bognár Tamás. És a mai vendégünk pedig... Hamvas Bálint. Igen, eléggé fura interjú lesz ez, hiszen Bálinttal bevallom, körülbelül 25 másodperce váltottuk az első szavakat. Előtte volt egy pár e-mailezés, de hogy miért is Bálint, és hogy Bálint mit is csinál. Itt a vírus okozta káoszban, meg izolációban, illetve sportnélkülségben, amiben igazából a Jordan és Bulls dokumentumfilm, hú, de rohadtul unjátok már ezt, hogy mindegyik részben ezt emlegetem fel. Majd mindjárt belekeverek némi autót, és akkor meg lesz a szinergia. Igen, igen, de közben egyébként nő a Jordan, hogy hívják, kártya kollekcióm, és mellékeztem még Reggie Millert is gyűjteni, csak hogy teljesen off-topic legyen. Arra jöttem rá, hogy igazából a legtöbb sportot most Instagramon meg Facebookon keresztül, képeken keresztül kezdem el fogyasztani. És emlékek, fényképek formájában így visszanézni, és itt jön be Bálint a képbe, aki azért a, most mondhatnám azt, hogy magyar, de inkább te már inkább azért a nemzetközi fényképész. Mit is csinálsz, és hogy akkor így ebbe a picit keszekusza bevezetőmbe hogyan illeszte bele? Jelenleg most semmit nem csinálok, de egyébként meg hát gyakorlatilag szabadúszó kerékpáros fotós vagyok, veszem ez így, ami most így a legjobban leírja, hogy én ki vagyok és mit csinálok. 11 éve élek Angliában, és abból most lesz, ez már a 7. év, hogy ilyen szabadúszóként dolgozom, illetve az elmúlt 2 hónapban babysitterként főleg. És hogy jött ez az Anglia? Mert nem éppen a kerékpársport mekkája ilyen tekintetben, sőt, ugye téged itthon leginkább a cyclocross fotókról ismernek, ami szintén inkább a Benelux államokhoz köthető, mint Angliához. Én még 98-ban, egyébként csak hogy visszatérjek egy másodperccel a Michael Jordan filmhez, vagy dokumentumfilmhez, hogy tehát nekem az egy, most, hogy így ugye újra néztem az egészet, nekem az mai napig így eszembe jut néha az utolsó bajnoki címüknek, az utolsó meccsnek az utolsó kosara. Tehát amikor azt ott bevágja a Jordan a Brian Russellről, az csodás. Na mindegy. Akkor az egész műsor legkardinálisabb kérdése, megtolta Russellt, vagy nem tolta meg? Volt push-off, vagy nem volt push-off? Ennyire, megmondom ezt, én ennyire nem vagyok is. Erre nem emlékszem. Tehát, pedig nem, aztán pár hete megnéztem csak azt részt YouTube-on, de erre nem emlékszem, megmondom őszintén, hogy ebben nem szeretnék állást foglalni. Maradok. Jó, menjünk tovább, akkor a fontosabb. ami talán rajtam kívül mást is érdekel. Amúgy arra jöttem rá, hogy azért jó ez a podcast formátum, mert amúgy az emberek amúgy sem ismerik az arcodat. Ugye a képeidet látják legtöbbször, nem az arcodat, mert el van takarva a kamerában. Ez így van. Nagyon kevés kép van rólam. Úgyhogy ezeket érdekes, mint apa egyfelől tök jó, hogy ugye profi fotósként nagyon klassz képeket csinálok a filmkről, de közben meg nagyon kevés, meg a barátnőmről, de hogy így hármunkról, vagy rólam és a filmről relatív kevés jó kép van, mert ugye mindig én vagyok a kamera meg. Igen, a fotós sose fotózzák. Pontosan. De egy Angliára visszatérve, én még 90, valamiért nekem az Anglia ez be volt így akadva, még 98-ban én voltam kint egy pár hónapig ilyen óperként, mert hogy valaki azt mondta, hogy ezt így fiúknak is lehet csinálni, mert hogy azért nem tudom, itt olyan a kultúra, hogy itt a fiúk is vigyáznak gyerekekre, és mondom, jó, és akkor éppen McDonald's-ba dolgoztam, és mondom, hát csak jobb lehet, úgyhogy kijöttem, nem igazán jött össze, szóval 3 vagy 4 hétig voltam itt, de ez nekem egy annyira nagy és fontos élmény volt, hogy így nekem Anglia mindig is így a szívem csücske maradt, és aztán én elkezdtem járni egyetemre, és utána elkezdtem dolgozni a reklámszakmába, és akkor én 7 vagy 8 évet lehúztam egy médiaügynökségnél, ahol egy online részleget, hát először csak ott üzéltem, gyártottam az Excel táblákat, aztán vezettem,
És hát eljutottam oda ilyen 2006-2007 körül, hogy egy ilyen egy kis tóban voltam a nagy hal. És igazából nem is nagyon szerettem, tehát nem láttam én azt, hogy mondjuk 5 év vagy 10 év múlva is én ezt akarom csinálni. És így unalmas is volt, tehát, hogy minden évben ugyanaz a verkli ment. És akkor meg 2 év alatt így kibuliztam azt, hogy kimenjek az angliai központba. És akkor nagyon boldog voltam, amikor sikerült össze, és amikor ez így összejött, és akkor 2009-ben, tehát ez is ilyen, tehát így, hogy az volt, hogy azt mondták, hogy hát azt hiszem 2008 szeptemberében, hogy hát figyelj, de hogyha te mész, akkor neked a helyedre kell valakit találni, hogy mondd meg, hogy mész, vagy manasz. De akkor még nem volt biztos, hogy megyek, úgyhogy gyakorlatilag én mondtam, hogy akkor én megyek. De én ezt egészen december közepéig nem tudtam, hogy nekem ott van-e állásom Angliában, és akkor végül is december közepén azt mondták, hogy akkor január 5-én várunk, hogy 2 hét alatt, karácsony előtt, egy héttel így a teljes életemet össze kellett pakolni, meg beszánteni mindent, és akkor kijöttem, és akkor az állás az így 3 hónapig tartott, és akkor kiderült, hogy a nagy hal a kis tóban az kutyafülét nem éri az óceánban, tehát hogy valószínűleg annyira én nem is voltam ebben jó, nem tudom, talán ez így érződött, hogy én ezt annyira nem szeretem, hogy nem tudom. De ez más, amikor tehát nekünk otthon a legnagyobb ügyfelén költöttek, mint én 2-3-400 000 eurót, és akkor kimész, és akkor van az első kampány, amit így kellett volna csinálnom, az mint én 2 millió euró, 3 kontinens is így. Tehát, hogy olyan szinten összecsaptak a fejem fölött a hullámok, hogy így, és akkor... És nem tudom erre mennyire emlékeztek, de ez ugye a nagy világválság kellős közepén volt, tehát egy állás nem volt könnyű találni, de aztán így találtam, és akkor hát egy évig csináltam valami keresőmotor marketinget, és aztán utána jutottam el az Evans Cycles-hoz, ami egy ilyen, hát Angliának a legnagyobb kiskereskedelmi egység, tehát effektív boltokkal is rendelkező ilyen hálózata, ami csak ezzel foglalkozik. Tehát van ugye a Vigo, ami ugye nagyobb, de nekik nincsen boltjuk, meg van a Halfords, ami meg árul bicikliket is, de ők főleg autóban utaznak, és tehát náluk ilyen gagyi van, tehát hogy az Evans gyakorlatilag így a legnagyobb ilyen kisker Angliában, és akkor én ott csináltam social médiát. Ami akkor, ez 2010, de akkor még nem volt annyira egyértelmű, vagy nem is tudom, tehát akkor az még úgy újdonság volt, vagy úgy, hogy is mondjam, tehát ritkább volt, mint manapság. Tehát akkor még nem volt mindenki influencer és social media manager. És akkor azt csináltam én 3 évig, és ott nagyon sok mindenkivel találkoztam az iparágban, tehát nagyon sok gyártóval, meg mindenkivel találkoztam, tehát ugye a gyártók csinálnak sokszor a mindenféle fontos partnereknek ilyen termék bemutatókat, meg product launch-okat, meg mindenféle mókát, és akkor arra sokszor engem, az Evans engem is elküldött, hogy akkor abból írják blogposztot, meg akkor csinálják fotókat, meg videókat, meg kutyafülét. Tehát elég sok felé is jártam, ami jó munka volt. Végre eljutottam az Eurobike-ra, tehát ami nekem egészen... De emlékszem, így fiatal koromban olvastam a Mountain Bike Action Hungary-ben, hogy akkor itt hogy van ez az Eurobike, és hogy mekkora királyság az is. És mondom, hát ez Eurobike. És gyakorlatilag 5 perc alatt lejött, hogy ez mekkora szívás, hogyha dolgozni kell. Végre valaki látja ezt a részét is a dolognak. Az Eurobike egészen addig buli, amíg oda nem érsz. És az első alkalommal ott vagy, utána már sose akarsz elmenni. Amikor először végigvárod a dugót, végig kell ülnöd a dugót visszafelé, kifelé a csarnokba, akkor rájössz, hogy ide soha többet nem akarok elmenni. Tehát ott van a 450 csarnok, és akkor van egy hosszú listát, hogy milyen bringákat kell lefotóznod, milyen marketingesekkel kell beszélni, akik baromira nem akarnak veled beszélni, mert hogy tele van a naptárjuk megbeszélésekkel. És akkor így a harmadik nap után így összeomlottam a hotelbe, és mondtam, soha többé Eurobike-ot, de azért persze még 2 vagy 3 becsúszott. Úgyhogy, na mindegy, és akkor
és akkor utána eljutott közben, ugye 2008-ban, tehát még pont mielőtt kimentem Amerikába, Angliába. Így mindig én láttam a Velo-ba, meg a Bike Magon, hogy van ez a Cyclocross nevű dolog. De hogy így soha, tehát én mountain bike-oztam, és még tudtam, hogy van az országútizás, de hogy így a Cyclocross az így abszolút nem volt jelen az életemben, és akkor volt egy ilyen, mindig így látja az ember, hogy volt az ilyen a nemzeti bajnokság, és akkor a Vince Fis Zsolt ment ott körbe egy ilyen foci pályán. Postás pályán, igen. És mondom, hát azért ez annyira nem csinál, hogy is mondja, hogy nagy túlványnak. De ez egy csak piszkáltam csőrömet, és 2008-ban, amikor megnéztem a világkupáknak a világkupa naptárat, láttam, hogy van egy verseny táborban, és akkor az néhány óra vezetés, mondom, hát akkor oda kiugrunk. És akkor kimentem oda, valahonnan kerítettem ilyen kamu üzét, akkreditációt, tehát hogy már mindenkinek dolgoztam, és akkor kaptam rendes üzét, mellénk, meg minden. És lényeg az, hogy így 3 perc alatt én beleszerettem a szákrakozba. Tehát, hogy az, hogy izé... Most csak pont azon gondolkozok, hogy vajon a Rafa, meg a többi ilyen drága ruhagyártó, aki a Crosson keresztül brandingeli magát, vajon hogyan néznek a weblapján, hogy a postás pályáról készült képeket töltenél fel? A kovácsolt kerítésben megakadó lábakba. És az 5 versenyző, 7 néző. Igen, össze-vissza egyenes kormányos Montival. Nézd, figyeljetek, én azt gondolom, hogy ezért, hogy nyilván van Belgiumban, ami van, de én mindig örülök, amikor így látom, hogy itthon vannak új versenyek, meg én voltam, meg 2 versenyen voltam itthon eddig. Az egyik volt még 2014-ben, vagy 15-ben, már nem emlékszem, a Etyeken, az a, igen, az a film part, igen, ami a túra, vagy film, és ott, hát ez fantasztikus volt, tehát hogy ott az egyik az a nem is tudom milyen ilyen középkori, vagy ókori római... A Borgyák díszletében biciklisztünk. Igen, és akkor onnan meg át a modern New Yorkba. És ez így mekkora trip, tehát hogy ez szerintem hihetetlen jó volt. A másik, meg tavaly nyáron, amikor otthon voltam, akkor volt ez a Underground kupa, vagy mi a túró? Underworld. Azaz. Mekkora jó volt már az is, tehát hogy így, jó, oké, persze, tehát hogy így amatőr verseny, de hogy tök jó. Tehát hogy van valami trúvája a pályában, úgyhogy én ezt így nagyon értékeltem. Igen, mert ezek olyan helyszínek voltak, ami nem megszokott, és nem feltétlenül tudsz külföldön ilyenben rendezni. Tehát, hogy pontosan, nyilván most egy izében Amerikában egy ilyen stúdióban szerintem a világ engedélyese lenne elég ahhoz, hogy egy versenyt rendezzél. Nálunk ezt meg lehetett csinálni egyszerűen, akkor tényleg egy ilyen föld alatti bánya rendszerbe se olyan egyszerű egy bürokratikusabb nyugati világba bejutni. Tehát ez tényleg tehát olyan pluszt ad a verseny mögé, ami máshol nincs. Igen. Egyébként az Instagramon nagyon sokan azért kommentáltak, hogy ez mekkora jóság. Ez az Underworld kupa, tehát hogy szerintem ez így tök jó. És akkor táborban látod meg, hogy akkor mi az, amit komolyan crossnak hívnak, és ott szerettél bele? Igen, tehát hogy akkor így láttam, hogy hú, hát ez zseniális. Tehát egy nap végére nekem így ez így teljesen telett a fejem, hogy mondom, hát én ez még. És de hát azt mondtam, hogy én mountain bike-ozni minket 93 vagy 94-be kezdtem el. És tehát, hogy nekem az volt a mindenem. Volt egy időszak 97 körül, amikor én elhatároztam, hogy én világbajnok leszek. És de ugye semmi, tehát egyszerűen csak így sok év mountain bike action olvasás után mondom, hát akkor én világbajnok leszek, és akkor egy télen át én nagyon keményen edzettem. És akkor indult azt hiszem, ez 98-ban volt, akkor indult ugye a József Fegyi Ese, ugye a Dinoék, amikor leváltak a szlalomklubból. Szerintem most a hallgatóknak a fele azt se tudja, hogy igen. És ki a Dino, ki mi volt a Slalom Klub, és egyébként 98-ban melyért éltek-e emberek?
Igen, és voltak biciklik is. És akkor elkezdtem oda, és akkor oda jelentkeztem, és jelentem az első edzés, és mondom, hát akkor most itt izé, most akkor megmutatom a srácoknak, hogy mi van, és ilyen, és én nagyon csúnyán az utolsó lettem az izé. Hát így mentünk ilyen körbe a hármas határhegyen, és így nagyon sehol nem voltam, de biztos rossz napom volt, érted, szezon elejárt, izé, nem akartam túl korán. És akkor jelent meg az izé, az Olá Énok, aki nem tudom, hogy rá emlékeztek-e. Igen, igen. Aki megjelent egy, hát kb. Mit tenni, farmer gatyában és izében, és torna csukában, és sima pedállal is. De úgy így mindenkinek leszakította a lábát, és így mondom, de hát ez hogy? Ez miért? És akkor, na mindegy, és akkor ez egy elég hamar kiderült, hogy én nem leszek világbajnok, és nem is lettem. És akkor... És akkor egy pár évre, még egy ideig versenyezgettem hoppiba, és aztán azt így abba hagytam, és teljesen el is, tehát ki is, el is, hogy is mondjam, nem is követtem így a mountain bike-ot, és aztán valahogy ilyen 2007-2008 körül, akkor megint elkezdtem figyelgetni, elkezdtem járni versenyekre, mert akkor, tehát én 2006 körül vettem, tehát akkor raktam össze, hogy ez a bringa, meg ez a fotózás, az egész jó muri. Lehet, mert hogy ezt valami megsérült, és nem tudtam az OB-re menni versenyezni, hogy a hobbiba 70-edik legyek. Igen, igen, kedves fiatalok, hogyha ez kifinek tűnne, annó még volt hobbi kategória, amiben 70 vagy 100 fölött indultak emberek. Igen. Egy kategóriába. Ez ma már nincs így egyébként? Gyakorlatilag 70 fő a komplet XCO mezőnyben nincsen összesen. Hogyha mi hárman összeállnánk, akkor a hát szerintem a 7., 8., 9. helyet az Elite OB-nál tudnánk hozni. Igen? Igen, sajnos nagyon mélyre jutott itthon az XCO szakág, és tényleg, tehát azért annak idén, aki egy hobbi bajnok lett, ahhoz is nagyon nagy teljesítmény kellett, és akkor hol voltak még ott az elitek, de ma meg szerintem azt hiszem nincs is már hobbi kategória talán, vagy nem is tudom. Most erre eszembe jutotta, volt egy srác, aki azokban az években a hobbit nyerte állandóan, és ő szentesi volt, és nekem az akkori barátnőm is szentesi volt. És egyébként egy nagyon kedves srác volt, és egyszer dumáltunk, és így mondom, hát igen, és kérdeztem, és mert úgy ment mindig fölfelé az emelkedőkön, mint a nyúl, és mondom, te hol edzel? És akkor mondta, hogy hát tudod, van ott ez a felüljáró, ami az egyik oldalon 400, a másikon 600 méter. És hogy jó, tetszett, én nekem, hogy ott volt a János egy, de hogy nekem ennyit, szóval, az így aranyos volt. De azért gondolom, Grundig világkupán kint voltál mind a kettőn. Ó, hát az nekem hatalmas dolog volt. Ugyanis volt Magyarországon XCO világkupa, ha valaki ezt nem tudná. Nem is egy, hanem három. Igen. Az hatalmas volt. Tehát, hogy volt egyébként volt az utolsón volt egy olyan sztori, akkor én már így elkezdtem ezt a fotózást nagyzét ambicionálni, és akkor megkerestem a mountain bike action-os srácokat, hogy figyeljetek, én valamit nem szeretnék csinálni. És akkor azt mondták, hogy jó, csinálj egy interjút a Friss Nektel a verseny után. Hát mondom, jó. Szuper, hát izé. Egyszerű beszálló feladat. Hát de nem, hát akkor ő már azért annyira nem volt acélos, úgyhogy megbeszéltük a menedzserről, hogy akkor majd a verseny után izé leülünk, és akkor izé nyugiba minden. És ehhez képest ugye ő meg megnyerte azt a versenyt. És akkor ő már nem nyert világkupát, nem tudom már mióta. Tehát, hogy abban az évben biztos, hogy az volt az első, de szerintem akkor már talán egy vagy két éve a közénévese volt, tehát ő így teljesen ettől oda volt. Lényeg az, hogy így odaértem, te három, nem tudom, amikor meg volt ez beszélve, aztán később. És ez ott fönt volt a Normafánál van az a sport hotel, tehát ahogy tudjátok, ahogy a busz megáll után még mész beljebb. Igen, ott a úttörő tábor. Igen. És ott volt a szállásuk, és így bemegyek, és ott volt a Frissnek, meg mint három szerelők, nem tudom kicsoda. A Frissnek konkrétan ki volt festő nőnek, és női melltartóban és bugyiba volt. Ideális. És teljesen be volt állva, már hogy így azért részeg volt. És így mondom, és akkor most ez így hogy? És akkor mondtam már, hogy figyelj, erről nem lehet. Tehát ezt így nem, tehát kérlek, nem mehet ki. Ez így ne. Azt gondolom, hogy most így 20 évvel később azért ez most már oké.
És akkor mondta, hogy de figyelj, akkor üzé, akkor kérdezz engem, és akkor én majd abból. Úgyhogy abból valamit így írtam, és az volt az első, és talán az utolsó ilyen írásos újságírói működésem. Na mindegy, és akkor elkezdtem járni OB-kra, tehát akkor a Józsefhegyi, vagy a James S-esekkel, amivel a trekese lett velük, elkezdtem tehát járni OB-kra, és akkor ők bringáztak, én megfotóztam. És akkor azt mondom, hogy ez így tök jó, ez így nagyon klassz, ez így tetszik, akkor ezt kéne csinálni, és akkor elkezdtem járni világkupákra, tehát így kimentem Kaprumba, emlékszem egyszer, még ez ilyen 2000, az már késő volt, az 2001-ben volt az, hogy így kimentem Kaprumba vonattal, semmi pénzzel, tehát hogy így nem tudom én, 50 euróval. Mai pénz, nem, akkor ugye még shilling volt, de egy kb. Igen. Annyi pénzem volt, és annyi, azt tudtam, hogy mennyibe kerül a camping, és akkor meg még volt 50 euróm, és így otthon kánikula volt, ez ugye augusztus vége volt, úgyhogy volt rövid nadrág, meg az Kaprumba ideális. És hívom a Dinót, hogy mondom, de figyelj, milyen idő van itt Kaprumba ilyenkor? Azt mondja, vigyél meleg cuccot, mert hideg lesz. És nálam semmi nem volt. Tehát, hogy semmi meleg nem volt, és odaértem, és így szakadt az eső, és így iszonyú hideg volt. És mondom, hát így, és akkor így elbennem, akkor veszek egy valami kabátot, vagy akármit, de persze, hogy ilyen csak ilyen méregdrága ilyen sí boltok vannak. Úgyhogy legolcsóbb az ilyen, mint egy négyszer annyiba került, mint amennyi pénzem összesen volt kajára, mindenre, arra a három napra. És akkor nagy nehezen találtam valami ócska elsőköppent azért az 50 euróért, mondom, oké, de akkor most mit fogok enni? És akkor emlékszem, aznap este volt hát akkor még Duászlavon volt, azt hiszem, és ott egy csávó csinált ilyen marhúsos szendvicseket, és akkor a este végén azt baktattam le a hegyről, és láttam, hogy éppen akar eldobni így a mezőre a maradékot, és mondom, elnézést, akkor én azt, hogyha lehet, akkor ezt megenni. És aztán a Berényi Zsolt volt, ugye mentett meg, mert utána a maradék két este ő látta, hogy azért ez így temkós, és ugye meghívott vacsorázni, úgyhogy neki a mai napig hálás. És ugye ő volt a Kisdalmának a párja, ugye, aki annó DH-ban indult. Igen, igen, igen. Ez így a történethez hozzá. Úgyhogy, na mindegy, és akkor lényeg az, hogy 2008-ban vittem Parti Andrist, ugye, mert ugye a Dinon keresztül én jobban voltam az Andrissal. Hát én még, amikor én elkezdtem versenyezni, akkor az Andris ilyen kis 14 éves junior kis senki. Hát nem senki, de ilyen kis pöttöm fiú volt. Úgyhogy láttam őt így fölnőni, és akkor mentem Andorrába az Andrissal, ugye világkupára készült, és akkor én ilyen csapatmenedzserként meg vezettem az autót, meg minden. És akkor... Tehát ugye nekem ugye a mountain bike volt az, hogy mondom, hát akkor ez a mountain bike fotózás, ebből kéne valamit így csinálni. És akkor jött a cross, és mondom, hú, hát ez valahogy engem sokkal jobban megfogott, mint a mountain bike, és akkor kiköltöztem Angliába, akkor rájöttem, hogy az első világkupa verseny az ugye Rubéba volt abban az évben, tehát 2009. januárja. Úgyhogy mondom, hát Rubé az Londonból, ugye Lille-be tesz le tehát az gyakorlatilag 3 óra volt háztól házig az út. Úgyhogy, és akkor ott volt az, hogy ugye a Rubé szervezőbizottság mondta, hogy persze nyugodt, tehát hogy nagyon szívesen látunk, csak küld el az újságíró igazolványodat. Mondom, hát nincs. És akkor azon gondolkoztam, hogy az ziher, hogy ezeknek fogam nincsen, hogy néz ki egy magyar újságíró igazol. És itt kezdted el betölteni a Photoshopot, hogy elkezdjél magadnak egyet hefcingölni. Pontosan, hogy rákerestem az izén, a Google-en, hogy újságíró igazol. Rendes magyar, rendes magyar. Találtam egy templétet, vettem egy ilyen laminálógépet, beleraktam. Kész. És oda mentem, és így nézték, és mondták, jó.
És akkor bocsánat, csak itt belefűzném azt, hogy tényleg, tehát annak idején újságíró igazolvány nélkül gyakorlatilag nem tudtál mozogni a nemzetközi rendezvényeken, most meg akármilyen bloggerként, vloggerként, meg igen, influencerként gyakorlatilag bárhová bemehetsz, ahova régen tényleg csak azok a kiválasztottak mehettek, akiknek nemzetközi sajtóigazolványuk volt, meg fotóriporteri igazolvány, tehát igen, azért ez nem volt egy egyszerű történet akkor. Igen, tehát az akkor azért még nehezebb volt, hogy ilyen, igen. Mert demokrácia, ugyanis a tömeg választja meg ezeket a bloggereket. A tömeg akarata miatt, a demo, ami mögöttük van. Nézd, ennek azért az a másik oldala, hogy nagyon nehéz betörni. Tehát az volt, hogy utána, tehát hogy ezek után 2009-ben, várjunk akkor... 2010-re, igen, tehát ugye 2010-ben, amikor elhatároztam, hogy akkor én végigcsinálok egy teljes mountain bike világkupa szezon, tehát végigfotózom. És akkor volt az, hogy volt a nem is tudom már mi volt a színe, de volt ez a Rainbow Pass, tehát ez a szivárvány színű igazolvány, amit a nagyfotósok kaptak a világkupa szcénában, de ennek a odaítélés ez egy ilyen teljesen fura módon zajlott. Van egy kanadai fotós, Rob Jones, aki egy ilyen öreg, tehát idősödő csávó, és ő dönti el, hogy ki kap Rainbow Pass-t. És amikor én 2010-ben így fölbugyogtam, akkor hát nyilván én nem kaptam Rainbow Pass-t, mert hát ki vagyok én, hiába mondtam, hogy én ott leszek az összes versenyen, minden, de hát ki vagyok én. És akkor utána egy jóba lettünk, és akkor mondtam már 2010-nek a végén, hogy figyelj, akkor jövőre akkor te is kapsz Rainbow Pass-t. Tehát akkor nekem, én azt az egy szezon csináltam így végig, úgyhogy nekem az akkor már nem kellett. De hogy igazából nincs ennek egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen bejáratot, vagy átlátható útja, hogyha te ebbe az irányba akarsz mozdulni, akkor milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogy te oda juss, hogy ez. Most például azon a világkupáknál, a cross világkupáknál, hogy vannak a piros meg a sárga mellények, és akkor gyakorlatilag annyi a különbség, hogy a sárga mellény az rosszabb helyen kap helyet a start, a finishnél. Tehát, hogy a piros mellényesekként mi ott vagyunk a gyakorlatilag a finish mögött a magán a pályán, és a sárga mellényeseket meg az oldal vonal mellé állítják. De ezen kívül ugyanazok a kvázi jogok illetik meg őket is, mint minket. Tehát ugyanolyan könnyen tudnak mozogni a pályán, hogy a pálya körül ők is keresztül mehetnek a pályán, gyakorlatilag bárhol. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen korrekt rendszer, tehát hogy akiknek ez a dolga, meg ebből keresi a pénzét, az legyen ott a célban, de a többiek is. Tehát hagyjuk mindenkit élni, azt gondolom. És itt egy kicsit belekérdeznék így az elejébe, tehát gondolom, te filmes géppel kezdted a fotózást. Vagy rögtön digitálissal? Mert ugye ott pont az a választóvonal, ahogy mondtad a dátumokat, amikor már volt azért digitális is, de igazából még a filmes korszak volt. Na most az jutott eszembe, hogy visszamenjünk Kaplóra, ami egy abszolút sikersztori volt, ugye, hogy én oda vittem négy darab tekercs filmet, amelyik az előhívása akkor került, egy valamire emlékszem, hogy 20.000 forintba, tehát ami 2001-ben nagyon sok pénz volt, és akkor terült ki, hogy hát akkor én apukámnak a zenétjét használtam. Ami egy teljesen korrekt kamera volt, csak egy elég öreg kamera volt, és valamikor megsérülhetett. Lényeg az, hogyha levetted azt az undorító műbőrborítást, tehát ilyen tartót, hogy mi az Isten volt, akkor az bizony eresztette be a fényt. És én persze levettem azt, amikor csak tudtam. Úgyhogy gyakorlatilag annak a négy tegesnek a 80% az kuka volt. Úgyhogy igen, így kezdtem, és aztán 2002-ben, vagy 2003-ban vettem talán meg az első digitális kamerámat. De lehet, hogy még később, talán akár még 2004 is volt, már nem emlékszem, egy ilyen kis Fujifilm volt, 2,8 megapixeles volt, és vettem bele, pont most egyébként egy pár
tavaly, amikor otthon anyukáméknál csináltam ilyen nagy takarítást a dolgaim között, megtaláltam a számláját, és vettem hozzá, az árakra nem emlékszem, de vettem hozzá egy 128 megabájtos kamerát. Bocsánat, memóriakártyát. És azt tudom, hogy arra így minden ráfér. Tehát, hogy így... Igen. és akkor azt ellopták, volt egy betörés, akkor azt ellopták, és akkor vettem egy Canon G5-öt, azt hiszem. Hát talán 4 vagy 5 volt akkoriban. Igen, igen. És akkor onnantól kezdve így Canon. És akkor utána lett abból a 350D, aztán abból lett egy 30D, és akkor abból lett egy 5D, és aztán így szépen lépegettem fölfelé. Egyszer volt egy nagyon, nagyon jó évem a médiaiparban, és akkor megvettem vittén az összes jó objektívet, amiket a mai napig egyébként használok. Tehát, hogy... És milyeneket használsz egyébként? Mert ugye van egy csomó olyan ember, aki követ minket, többek között van egy fotós podcast, aki követ minket, mert bringáznak is a srácok. Aha. És például nem tudom, a Láng Petit ismered-e, például ő is bringás is, meg fotós is, tehát ők értékelni fogják, ha mondod, hogy milyen park az, amivel most dolgozol objektívből. Most, tehát most már pár éve van 2 darab egy Canon 1DX vázam, ez sima, tehát nem Mark 2 vagy Mark 3, ez csak az öreg. De teljesen jó, tehát, hogy így ezt nagyon szeretem, és hát csináltam én 2 évet végig úgy, hogy csak most elnézést, lehet, hogy lesz ilyen még a mai este során, hogy mondjuk a Prime-ot magyarul, a Prime Lens-t? Fix. Tehát amit elsődlegesen, hogy fixel? Aha. Fix, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag én végigcsináltam 2 szezont, a 35-ös, az 50-es és a 300-as objektívekkel. Nem is tudom, hogy már miért, csak így nem tudom, szívesen magam, vagy nem tudom. És aztán... ezt voltam kérdezni, hogy fix lencsével egy mozgalmas dolgot azért nem olyan egyszerű, főleg úgy, hogy a fotósok helye jellemzően aránylag fix ugye a kordonon belül. Nem, nézd, azt gondolom, hogy persze vannak olyan versenyek, főleg ugye a VB, ahol elég macerás a helyeket találni. De legtöbb esetben az csak rajtad múlik, hogy mennyire vagy hajlandó magad összekoszolni. Tehát, hogy én nagyon sokszor fekszem a földön, bemegyek a vízbe, tehát, hogy és onnantól kezdve meg igazából nem számít. A nagy látó, tehát az, hogy aztán az elmúlt 1-2 évben most elkezdtem megint használni 2470-et, és azért a 24 az néha így jól jön, vagy ezt így szeretem. Tehát továbbra is nekem a szívem csücske ez a két objektív, az 1.4-es, 35-es, meg az 1.2-es, 50-es, de így elkezdtem most megint használni 24-70-est. És úgyhogy igazából ennyi. Volt ugye a mountain bike-nál, tehát ez a ugye Gary Perkin, meg a Sven Martin féle vonalon, ott ugye nagyon domináns a nem tudom, hogy most, mert megmondom őszintén, nagyon most már nem követem a mountain bike-ot megint, de akkoriban, tehát ugye 10-12 éve, ugye ez a mindenféle vakukkal szuper jól megvilágítunk mindent, ez akkor nagyon... Nem, szerencsére elmúlt ez az időszak, ez a mindent alulról megvakuzós dolog. Nem, nagyon szépen csinálták, csak de nagyon sokat vakuztak, és aztán, és akkor nekem valahogy ez lett a kvázi ugye, vizuális standard, és akkor én is elkezdtem ezzel játszani, meg ezzel kísérletezni, és talán pont ezért is eleinte én ezzel tűntem ki, hogy nem csak az a szembevakuzott borzalom van, amit ugye a legtöbb ilyen ügynökségi fotós csinált akkor, hanem kicsit igényesebben próbáltam ezt megközelíteni. Úgyhogy az első 2-3-4 évben ezt csináltam, és akkor végmentem rengeteg ilyen izén. Tehát, hogy mert ugye akkor még ezek a Pocket Wizardok még iszonyú drágák voltak. Igen, és akkor igen. volt a Radio Popper, ami egy ilyen, hát ma a Kickstarteren lett volna, akkor csak így nem tudom, hogy találtam rá. ami nem működött, nem is volt drága, de nem is működött. Akkor utána megvettem a Pocket Wizardot, akkor kértek valami olcsó cucca,
az jobb volt már, de ott se lehetett manuálisan állítani a vakukat, és akkor végre, amikor nagyjából így eljutottam oda, hogy én nem akarok használni vakukat, akkor jött ki, hogy a Canonnak ez a rádiós vezérlésű vakurendszer, ez a 600RX, ami egyébként zseniális, tehát, hogy van egy ilyen kis egység a magán a kamerán, és azzal tudsz akár, hát nem akár, de azt mondja, három vakucsoportot vezérelni, és pontosan be tud állítani, hogy a melyik vakuval milyen erősen villanyon, tehát, hogy ahhoz, amit én akkoriban csináltam, az tökéletes volt, de akkor éreztem úgy, hogy hát lehet, hogy erről a vakuról le kéne szokni. Úgyhogy ezek a vakuk sok akciót nem láttak, ezek most is itt pihennek a fiók mélyen, és így azóta nem nagyon vakus. Tehát belső közben soha, nyilván, hogyha van valami munka, ahol itt én portrékál, vagy akármi, akkor persze előkerülnek, de hogy verseny közül most már nagyon régóta nem használok vakukat. És akkor ezek szerintem nem is volt ilyen nagy teleobjektíves csávon, ugye mindig a fotóst azzal azonosítják egy verseny, hogy egy rohadt nagy fehér teleobjektív lóg a gépen, de akkor, hogy elmondtad, igazából te nem is telés. Nekem van a 300-as, de van az F4-es. Tehát ami gyakorlatilag ugyanakkor, mint a 7200-as. Igen. És nem mondom, nem tökéletes, de egy 300-assal csetleni botla, és nézd, tehát én általában a VB-kre egyébként szoktam bérelni egy 300-asat, mert az tény, hogy sokkal gyorsabb. És valahogy persze ezek ilyen szubjektív dolgok, de azt szerintem a képe is szebb, de nem annyival. Tehát, hogy amennyivel nehezebb, annyi macerát nem ér meg. Úgyhogy általában a VB-re, amikor így nagyon, nagyon fontos ez meg, akkor kibérelek egy 300-asat, esetleg egy izéval, egy 4-es, vagy egy kétszeres ilyen, hogy hívják azt, extender? Hát, extender vagy konverter, igen. Igen. Hát amit beraksz még a váz, meg az objektív közé. Igen. Tehát az év többi részében ezért simán a kis 300-asat használom, és így teljesen jó. Tehát, hogy sokkal könnyebb az élet azzal. Uh-huh. És egyébként, tehát most így nehéz magadról véleményt alkotni, de hogy te tehetséges amatőrként kezdted, tehát ráéreztél erre a dologra, vagy elkezdted megtanulni a dolgot, esetleg másoktól lested el, hogy kell fotózni. Tehát ugye azért a fotózás az nem egy egyszerű történet, bár sokan azt gondolják, főleg ma a mobiltelefonok világába. Uh-huh. És hát a te képeid azok nekem mindig is kiemelkednek, főleg azért, mert olyan, tehát van egy más stílusuk, mint azoknak a fotósoknak, akiket egyébként látunk versenyekről riportálni. Tehát, hogy ez így belülről jött, vagy tanultad tudatosan, vagy... Hát köszönöm, én megmondom őszintén, hogy nagyon, nagyon ócska voltam az elején. Tehát, hogy bár mindig azt hittem, és ez az, ami számomra ijesztő, hogy a karrierem minden pontján, vagy a fényképész karrierem minden pontján, én azt gondoltam, hogy ezt én most itt nagyon klasszul művelem, és azért, hogyha visszanézek 10-15 évvel ezelőtti dolgokra, akkor azért nem. Tehát, hogy azért ez már egy fejlődés. Én azt gondolom, nem tudom, ez a tehetség dolog, és most nem menjünk bele ebbe az egész Malcolm Gladwell-es 10.000 órás dologba, mert az se teljesen igaz, de azt gondolom, hogy a tehetség nagyon túl van értékelve. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy tehetséges voltam, én láttam olyan embereket, akik úgy jöttek ide cyclocrossba vagy bringába, hogy előtte alig csináltak, vagy alig fotózták, és egyből nagyon klasszul mentek, de ők valószínűleg máshol tanultak meg fotózni. Én itt tanultam meg fotózni, és szintén nem voltam, és nem is vagyok szintén különösebben tehetséges, csak hajlandó vagyok, meg voltam keményen dolgozni. Tehát az, hogy nem tudom, csak járni versenyekre, rengeteget fotózni, megpróbálni. És tudod, először próbálsz másolni, és akkor abból így leszivárog valami, meg megragad valami, és akkor így, ha elég sokat csinálod, akkor kialakul a saját stílusod. Nem, tehát hogy azt gondolom, hogy ez csak kemény munka, meg sok-sok évnek a tapasztalata.
tapasztalatával alakulnak ki ezek a dolgok. Nem gondolom, hogy, hogy itt a tehetség az, az különösebben sokat számít, mert ez a tehetség nem sokat ér a kemény munka nélkül. Tehát, hogyha nem vagy hajlandó beletenni akkor a munkát, akkor nem fogsz messzire jutni, én azt gondolom. Tehát aztán persze lehet, hogy ezért mit tudok én, tehát tényleg én soha nem gondoltam, hogy én vagyok a minden tudásnak a ezért, tehát hogy mondom, én így gondolom, aztán lehet, hogy más, máshogy. De mi az, amit egy hobbi fotós, aki a pályaszíren áll, meg aki mit te mondjuk praktikusan máshogy csináltok? Más a hardware, a kettő, mit hármon közül én értek a legkevésbé a fényképezéshez, még a iPhone-on is tudok szarképet csinálni, tehát... Igen, tehát meg hogy mennyire számít az, igazából szerintem arra próbált Béla célhoz, hogy mennyire számít az, hogy mondjuk ismerd a pályát, a versenyzőket, hogy merre fog fordulni egyebek, tehát hogy, vagy legalábbis gondolom én. Az sok, tehát nézd, amit például én nem gondoltam, amikor ezt elkezdtem csinálni, hogy, vagy így nem tudtam, vagy így nem gondoltam végig, hogy a verseny 90 vagy 70-80% az ugyanaz minden évben. Tehát én Coxside Day-ben voltam már, azt a versenyt fotóztam 13-szor, azt hiszem. Tehát annak a pályának nincs olyan szelete, amit én nem tapostam át legalább 5-ször. És az már nagyon nehéz, hogy ott újat találni és újat mutatni. Azt mondom, hogy az amatőr, egy amatőr gép és az én gépem, tehát azt gondolom, hogy az abszolút igaz egyfelől, hogy nem a gép számít. Tehát én valószínűleg egy teljesen amatőr géppel is tudnék nagyjából hasonló képeket csinálni, ami a különbség, az a találati arány, vagy tehát egy jó gép, ez megkönnyíti az életedet. És sokkal, tehát hogy ugye profiként, hogyha ebből élsz, akkor az azt gondolom sokat számít, hogy te nekem várni, hogy tudd, hogy a fókusz hova megy, hogy tehát ezek a dolgokat, hogyha ezen nem kell gondolkozni, nem kell erre figyelni, akkor az őrült nagy segítség. Tehát, hogyha mit tenni, nekem van az X versenyző, az ügyfél, vagy valamiért le kell fotóznom, akkor én őt nem nagyon, hogy is mondjam, nem nagyon mulaszthatom el. De azt meg egy rosszabb kamerával, tehát mit tenni, azt mondom neked, hogy egy egyszerűbb kamerával is lehet mondjuk egy adott helyen, egy ugyanarról a helyről egy ugyanolyan klassz képet csinálni, csak lehet, hogy nem pont arról a versenyzőről, akiről kell, vagy akiről szeretted volna. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a különbség a köztem, meg, vagy az én gépem, meg egy gyengébb kép között, hogy a találati arány az magasabb. Igen, ez egyébként... De ami, bocsánat, amikor egy állandó izém, hogy ugye ott van a Canonnak, meg azt hiszem, hogy ez a Nikonra is érvényes, az összes top gép, abban nincsen wifi, hanem vehetsz 400 fontért, euróért, akármilyen egy ilyen kis izét, amit így rácsavarozol, és akkor egy ilyen istentelenül bonyolult szar szemét weboldalon keresztül tudod letölteni a képeket. Jézusom. És megveszed az izét, megveszed a, nem tudom én, az 500 fontos Canon belépő szintű gépet, amin van wifi, amiről így lejönnek a képek. És én ettől agylövést kapok. És közben akár egy képszerkesztő dolgozhatna is rajta iPad-en, hogyha arról igen, van szó. Tehát, mert... És ülsz a motoron, érted, és így próbálod izélni, próbálsz nem leesni, és nem érzés, ez mindig felszaklat. Nekem az egy nagyon visszatérő dolog, tehát én ugye sose voltam fotós, viszont mivel a magazinoknál dolgoztam, kénytelen voltam képeket készíteni, mert akkor lesz cikk, ha ugye van hozzá fénykép is. És 2003-ban vagy 2004-ben Garda Bike Festen ugye volt dirt verseny, amiről kellett volna fényképet csinálni. Na hát egy éjszakai dirt verseny, egy Fuji S5000-es kompakt géppel, hát annál nagyobb álom nincsen. Úgyhogy azt csináltam, hogy sorozatképre állítottam, és mivel rengeteg fotós volt vaku rendszerekkel, ahhoz próbáltam belőni a gépet, hogy hát valamelyik vaku villanást majd csak elkapom, aha. És igazából nyilván az nem volt meg, hogy én arról készítsek képet, akiről szerettem volna, hanem abban bíztam, hogy majd a 200-300 kép közül lesz olyan, ami pont jó lesz, aha. És nagyjából így ennyi volt, ami így bejött a történetből, tehát ott azért nagyon elvált az, hogy akinek tényleg volt vaku rendszere, meg egyebek, az,
az tudott vele dolgozni, de hát nekem ugye ott több sebből vérzett a dolog, nem csak a gépen múlt, de igen. Srácok, én itt lehet, hogy meg is akasztom így a mai mostani beszélgetésünket, mert annyira elkezdtünk sztorizni, hogy megint ilyen háború és béka hosszúságúra nyúlnánk. Folytassuk jövő héten, hogyha egyetértetek velünk, és akkor folytatjuk 2009-től, mert még mindig elég messze vagyunk a mai dátumtól, és hogy mit csinálsz egyébként ma, és hogy hova fejlődtél. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, Bálint, nagyon szépen köszönjük az időt. Jövő héten akkor találkozunk veletek. Addig is töltsétek le a podcastunkat, osszátok meg. Nagyon szépen köszönjük a Patreonos támogatóknak, és vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!